Most első hazai mérkőzés az igaz kis stadionban, 5-0 áll az eredményhez, hogy nem gondolom, hogy ennél így elsőre nem kellett több a hazai pályán. Megmondom őszintén, hogy nem a számszerűség érdekel, hanem az, amit a fiúk a pályámmal teljesítettek. Az a játék, az a győzni akarás. Tulajdonképpen úgy gondolom, hogy hát ezért dolgoztunk 2 hónapon keresztül, hogy valami hasonlóval lepik majd meg itt a publikumot, és nem csak ezen az egy mérkőzésen, hanem a soron következő mérkőzéseken. Azt hiszem most kijött a támogatókból a gyakorlat. Jó volt látni, hogy az akadémisták is már elhiszik magukról, hogy vezérszerepük lehet ebben a csapatban. Ádám Marti Mesterhármassal, vagy éppen Vida Márti teljesítmény, azt hiszem, hogy önmagáért beszél. Én is így látom, de úgy gondolom, hogy nem szabad elvenni Kál Mátyás teljesítménye mellett sem, aki óriási mezőmunkát végzett, és ezzel aládolgozott tulajdonképpen a támadó futball szervező játékosoknak. Hát most vagyok a csapatról, megmondom. Van esetleg olyan dolog, ami hiányzott, marad akár egy 5-0-ás győzelem után is? Hát az első fél időben a kihagyott helyzetek. Tehát erre majd jobban odafigyelni, központosítunk, mert megmondom őszintén, hogy ott a 5.-10. perc környékén volt egy ordító helyzetünk. Ha ez akkor bemegy, akkor lehet, hogy nyugodtabbak vagyunk már a szünetben is. Kicsit kapkodó volt a játékunk az első fél időben. Jövő évén könnyen lehet, hogy a tavasz legnehezebb mérkőzése következik. De azért ilyen előjelekkel ott is lehet keresni magunk, azt gondolom. Minden mérkőzés úgy gondolom, hogy egyformán nehéz. Fogadjuk a Nyíregyházát, ugyanúgy készülünk rá, mint most a Tatabányán, vagy bármelyik mérkőzésre. Mi a maximumot megpróbáljuk kihozni, és azt meglátjuk a győzelem szerint. Talán nem bátor dolog kijelenteni, hogyha azt mondjuk, hogy a legjobb meccsedet játszottad eddig a Vasasban, a felnőtt csapatban. Igen, azt gondolom, hogy ez nagyon jó mérkőzés volt. Az első fél időben sikerült egy gólt szereznem, és az önbizalmat adott. A második fél időre úgy jöttünk, hogy minél több gólt tudjunk szerezni. Azt gondolom, ez az eredmény ez egy jó számunkra. Menjünk azért sorjában, volt ugye az első fél idő, ott a gólodnál akár azt is mondhatjuk, hogy szerencsés voltál, arra hogy emlékszel vissza? Igen, egy szöglet volt, és a Görgényi lábára lepattant a labda, és az üres kapuba be kellett passzolni a labda. Második fél időben ugye az első gólodat nagyon higgadt voltál, 20 méterrel is ennyire egyszerű dolog kilőni a hosszút? Hát sokat gyakorlom ezeket, hogy hosszúba legurítgatom, hát most bejött, nagyon örülök neki. A harmadik az pedig már ilyenkor minden sikerül egy ilyen meccsen? Hát azt gondoltam, hogy 2 gól után miért ne lehetne. A harmadik, hát bejött, nagyon örülök neki. Mennyire kell az, hogy Szanyó Károly bízzon bennetek? Mennyire érzed azt, hogy most már otthonosabban mozogsz akár a felnőtt csapatban és a pályán? Hát nagyon fontos a bizalom. Úgy érzem, hogy ez megvan mindenki felé. Azt gondolom, nem nincs kivétel, semmilyen játékos. Mindenki felé maximális a bizalom. Van a Nyíregyháza, mit vársz majd jövő héten, mi lesz itt a Fáj utcában? Hát mindenféleképpen egy ilyen játékkal azt gondolom, hogy partiba tudunk lenni, és meg tudjuk nyerni a mérkőzést. Legyen így, köszönjük szépen, gratulálok!